Aranyérem vagy kétszelet kolbász? Bizony egy olimpikonnak választania kell, mert aranyérem előtt nincs kolbász, legfeljebb utána. Egyáltalán nem mindegy ugyanis, hogy mit teszik egy élsportoló. A menüjüket szigorú szabályok alapján állítják össze általában dietetikusok. Képzeljék csak el, Rióban az olimpikonokat kiszolgáló étteremben micsoda felhajtás lehet most, pláne hogy napi 60 ezer adag ételt kell elkészíteni. A riói olimpián több mint 11 ezer olimpikon vesz részt, az őket kísérő szakmai stábbal együtt pedig összesen kb. 18 ezer ember ellátásáról kell gondoskodniuk a szervezőknek. Az olimpiai falu étterme pedig akkora, hogy négy uszoda is beférne. Itt az előzetes kalkulációk alapján napi 60 ezer adag ételt készítenek majd kb. 200 ezer kilogrammnyi nyersanyag felhasználásával. Viszont sok sportoló van, aki egy kis hazaira vágyik. Szász Emese olimpiai bajnok érme megszerzése után a Magyarházban kapta meg jól megérdemelt bajnoki menüjét. Erről Harmad Csaba gasztroszakértő, a riói Magyarház vezetője beszélt. Bent járt nálunk a Magyarházban a Szász Emese, ugye az első érmet nyert olimpikonunk, és elhangzott előtte a szövetségi kapitányától azt, hogy az Emese, hogy ő most úgy enne egy jó csirkepaprikást nokeglival, és se megkapta tőlünk. Csirkepaprikás, egy táblacsoki vagy éppen hamburger, főként ezek szerepelnek a kívánságlistán. Ezeket azonban a nagy versenyek előtt nem ehetik meg a sportolók. Nem elég a sok edzés, a kiváló eredményhez az olimpikonoknak a táplálkozásra is oda kell figyelniük. Az olimpikonok egy dietetikus által meghatározott szigorú étrendet követnek a felkészülés és a versenyek alatt egyaránt. A dietetikus szerint a megfelelő étrend és az étrend kiegészítő szerek is hozzájárulnak az olimpikonok sikereihez, de az eredményességhez sok minden más is kell. A genetikai adottságok, az, hogy mennyit pihennek, az, hogy gyermekkorukban hogyan táplálkoztak, ezek mind meghatározzák azt, hogy ők milyen teljesítményt érhetnek el felnőtt korukba, illetve amikor kikerülnek az olimpiára. De mit is esznek pontosan az olimpikonok, ha már a jó házi kosztról le kell mondaniuk? Ez sok szempontból egy szakmai titok, de tehát például egy szénhidrát töltésnél akár egész nap rizst vagy tésztát fogyaszt kis mennyiségű fehérje mellett, és akkor ehhez különböző étrendkiegészítőket használ, amelyek optimalizálják a teljesítményét. De nem csak Szász Emese vágyott tartalmas vacsorára a győzelem után. Az ifjú úszó Kenderesi Tamás a bronzérmes futama után sajtburgerrel lazított volna legszívesebben. Az elhíresült mondat után az egyik budapesti hamburgerező fel is ajánlotta a sportolónak, hogy vendégül látja pár sajtburgerre. A dietetikus szerint a győzelem után apró bűnözések még megbocsáthatóak. Van, akinek mondtuk azt, hogy mihez otthon az aranyérem a nyakába, nyugodtan egy táblacsokit vigyen magával és egye meg. Az étkezés tehát fontos része a sportolói sikereknek, a szigorú étrendjüket pedig nagy odafigyeléssel tervezik meg a szakértők, ehhez pedig az olimpia szervezőinek is igazodni kell. Rióban például egy évig tartott, míg összeállították a versenyzők menüjét. A Magyarház séfjei pedig remélik, hogy egyre több hazai érmes sportolónak főzhetik meg a kedvenc ételüket.